12. osztályos diákok érkeztek a Hunyadi Mátyás Technikumból a NAV Fejérvár megyei adó- és vámigazgatóságához, hogy megismerkedjenek a hivatal működésével, feladataival. Olyan témakörökben hallhattak előadást a tanulók, amely ismereteket később munkavállalóként, vállalkozóként hasznosítani tudnak. Érintettünk több témát, például az adóbevallást, a biztosítási jogviszonyt, különböző ellenőrzés típusokat, a végrehajtást, adókat, illetve bemutattuk a gyerekeknek, hogy mi fog akkor történni, ha online térből rendelnek, akár az EU közösségből, vagy a közösségen kívülről is. Mivel ez a témakör elég nehéz, ezért próbáltuk az előadást színesíteni, és őket megszólítani az ő nyelvükön. Mutattunk nekik a NAV logunkból egy részletet, illetve TikTok videót is. A kommunikációs referens hozzátette, a program azért is fontos, mert el szeretnék érni, hogy később, amikor a diákokból vállalkozók, munkavállalók lesznek, akkor kérdéseikkel bátran forduljanak az intézményhez. Mint mondja, az adótudatosság előadás nem titkolt célja a diákok szemléletformálása, az adózásról előzetesen kialakult általában negatív kép ellensúlyozása. A Hunyadi Mátyás Technikumban már 11-12. Osztályban adózási ismereteket tanulnak a diákok, és azért tartottuk fontosnak, hogy az elméleti ismeretek mellett gyakorlatban is megismerkedjenek többek között a NAV tevékenységével, hogy ez egyrészt motivációt jelent számukra, és én azt gondolom, hogy minden elméleti oktatást a gyakorlatban tudnak leginkább hasznosítani, és én azt gondolom, hogy egy kicsit színesítjük ezzel a technikum oktatási tevékenységét. A 12-esek a program végén kvíz kérdésekre válaszolva mutathatták meg, hogy mit tudnak az adózásról, a nyertes csapat pedig átvehette a NAV ajándékait.